Úgyhogy most egyszerűen csak menjünk le. Igen, itt ezen a lépcsősoron kell lemenni. És akkor volt még itt egy átjáró a csarnok felé, majd azt még megnézem. Hát, ha ott le lehet menni az alsó szintekre, és valami kevésbé ilyen ezért széteső félben lévő lépcső, mint ez itt. Aha, ott éppen az ezért zakatol át egy tehervonat. Igen, azért kell vigyázni nagyon, mert ezek a lépcsők, ezek már ezek még a jobb állapotban lévőek. Ez az, vagy a következő. Akkor még egyet lejjebb kell menni. Jó, hát itt ez a lépcső még jó állapotban van. Ettől nem félek, csak a következőtől. Arra feljönni sem volt egyszerű. A vége, ez már az utolsó, viszont ugye ez az egyetlen szint, ahol még a közfalak megmaradtak. És vannak itt ilyen beugrók, de ezeket már megnéztük. Ott van valaki. Megint csak. Ez a csarnok. Ha a szerencsénk van, akkor itt le lehet majd valahogy menni. Ez itt az átjáró része a dolgoknak. Mindegy, a fehér egyensúly el van basszva, azt már látom. Építés, berendezés. Tehát ez maga a csarnok. Szerintem még itt a végén szerencsénk lesz is. És el tudjuk kerülni a veszélyes lépcsőt, és itt is le tudok menni valahol, mert annak tudnék kerülni. De ez itt maga a csarnok. Hát ide azért szoktak járni autóval, meg grafitisek is járnak ide. Most is vannak itt ketten hárman. Úgyhogy vakopus. Vakut kikapcsoltuk, nehogy észre legyenek. Ha esetleg zavarná őket, hogy valaki fotóz. Fotózunk, hogy ne legyenek benne. Csak lehessen itt valahol lemenni. De vannak itt szép grafitik azért, az, mondjuk ez pont nem az, de na, itt is azért szépen, itt csak azért mutatom, hogy lássátok, hogy azért oszlik itt, meg omlik az épület. Tehát ez is itt egy közfal volt. Vagy kibontottak, vagy magától dőlt össze. Ójjaj. Innen már kevésbé lehet jól rálátni a sinekre is, mert ugye itt már benőtte a gaz. Na, viszont ezek így egész szép. Azok. És itt van, van egy lépcső? Ugye van egy lépcső? Ó, bassza, meg nincs. Na. Hát, itt már a dzsumbói van. Jó, akkor most mindeset a videózás most még hanyagolni fogom majd a labig, csak fotózni fogok. Aztán majd, hogyha kicsit közelebb megyek hozzá, aztán meglátjuk, hogy viszonyulnak ahhoz, hogy rajtuk kívül is van itt még valaki. Úgyhogy akkor egyenlőre itt most ennyi. Filmet forgattak, melyik egy kamerával mászkálnak itt, meg valamit itt ledobáltak. Viszont van itt egy lépcső, és ezen le tudok menni. Úgyhogy, hát ha ezt tudom előre, akkor nem azon az üledező lépcsőn mászok le.
De hát legalább itt biztos ezen a lépcsőn le tudok menni a földszintre. Tehát már, jó, tehát majd itt előbb-utóbb valahogy lemegyünk. Valahogy filmet forgatnak, itt azért szólták ezeket ide. Nem tudom, hogy mi ez, meg ugye megnéztük. Befitik, még azokat mi lekapom. Mindig látjátok, hogy hatalmas nagy halály ez. Elköszönjük, beállítjuk a pillanat, csak fehér egyensúlyt állítunk, mert erre nincsen külön definiált szerintem, úgyhogy belakom autóval a fehér egyensúlyt, aztán majd utólag, utómunkába próbálom megcsinálni. Csak megmutassam, hogy itt alattam is van valami. És ugye arról jöttünk. Ja, itt is vannak. Itt vannak még ketten. Azért itt már van forgalom. Itt már van forgalom bizonyám. Hiszen szerintem le fogok most már menni. Lent is, nem szerintem jobb. Jobbak a grafitik ide azért, már nagyon nem mennek feljönni. És viszont ott is van egy lépcső, le lehet menni a másik saroknál, tehát az még jobb. Akkor még itt megmutatom ezt a részét. Aztán majd ott lemegyek. Ugye ezt nézzétek. Így bizony. És ott a 150-es vasútvonal. Most éppen nem jön vonat. Na nézzük, hol valaki közben jött Facebookon, azt megnézzük. Lépcső lefele. Úgyhogy jó, már legalább lemenni több helyen is le lehet. Itt viszont több a graffiti, úgyhogy ezt még itt megnézzük. Na, azt nézzétek. Itt van egy pár. Úgy van, 1 per 15 ezer idővel. Simán. Csak áttettem a White Balance-et is autóra. Ehhez a fényviszonyokhoz nem igazán van jó beállítás. Azt nézzétek. Hát nem kis terület, az már biztos. Hát... Na, ide nem megyek be. Bully place. Bully place. Az az. Itt is van egy lépcső. Úgyhogy... Nagyon jó, most már biztos, hogy lejutok. Ez itt valaha egy WC volt. Ez szerintem szintén, csak ez volt a férfi WC. Mert itt megvan a hely a piszovároknak.
Itt végig ilyen folyosók vannak. De itt még voltak szerintem irodák, hogyha nem sorondoló részek. Hoppá. Itt aztán vadbuli lehetett. Ez már autóká, meg Baku. Hát... nem ott fogunk átmenni, hanem a másik oldalt. Itt ilyen vékonyak a falak. De ezt valaki áttörte. Na jó. Csak lassan. És ott már le lehet jönni. Na. Ez ugyanaz a helyiség. Ott van egy luk. Na, ez az. Oké. Okay. Itt már van, na, viszont akkor itt mondhatom, hogy ez van mögötte. És van ugyan pince, itt alattunk, de nem biztos, hogy oda érdemes lemenni. Vagy hát valameddig le tudok szerintem, ameddig van fény. De így elemlámpa nélkül a sötétben. És fiatal, a telefon már lemerült, ha most itt bekapcsolom a vakuját elemlámpának, akkor még inkább lefog. És azzal már csak megint nem járunk jól. Így is folyamatosan töltünk el, tartsan. Hogy nem elüljön le teljesen. Azt a kurva. És itt van ugye még ez. Ezek így egész szépek. Lehet, hogy odalent is valami hasonló készül. Ott, mintha az egyiknél estékszólót láttam volna. Aztán lehet, hogy csak tévedek. Oké. Okay. És itt le is tudok menni. Hát ide, innen ide kimenni nem megyek. És errefele már igazán nincs semmi, ami miatt érdemes lenne. Az viszont ott nép. Ezek különösen jók lettek. Ennyi elég is volt ebben. Akkor szerintem itt a vége, hát a pincével még lehet, hogy lemegyek, lehet, hogy nem, ezt majd még eldöntöm. Úgyhogy mindjárt elég. Volt itt még egy kis beugrós rész, amit megtaláltam, itt is van egy pár graffiti. Ez csak így, azért meg közben esik az eső. De már mégis nézzétek csak. In Love Soproni, ezen itt azért vannak jó. Az pedig ott szerintem egy konvektorrács volt valamikor. Szerintem itt egy gázkonvektor volt valamikor bekötve, és annak a rácsa vagy valami KH-nak a kifelé szellőzője. De meg alattunk van még egy pince, de itt nem lehet lemenni. Itt tudok visszamenni a nagy csarnokba, úgyhogy oda most vissza is megyek. Egyébként ez egyébként a csarnok mögötti terület.
Úgy látom, eltűntek, de azért még mindig bejövök a csarnokba, itt legalább nem esik az eső.